Hát az előző időszak vidékfejlesztési programja 4 tengely mellett osztotta a forrásait, ezek elég merev tengelyek voltak, az új vidékfejlesztési program pedig rugalmas prioritásokkal dolgozik, ezeket a prioritásokat az Európai Unió határozta meg. Az az érdekessége, hogy a prioritások között van mozgási lehetőség, tehát egy intézkedés több prioritás megvalósulását is szolgálhatja, illetve több prioritást is szolgálhat egy intézkedés. Ez a 6 darab prioritás, amivel dolgozunk, fönt látható a szlájdon: tudásátadás és innováció, versenyképesség és életképesség fokozása, élelmiszerláncok szervezése, ökoszisztémák állapotának helyreállítása, erőforrás hatékonyság elmozdítása, illetve a társadalmi egyenlőség megvalósítása, szegénység csökkentése. Ez a 6. prioritás, ami konkrétan a agrár és vidékfejlesztésen belül a vidékfejlesztést képviseli. Én majd erről fogok egy kicsit bővebben beszélni. Mik a legfontosabb változások a 2007-13-as időszakhoz képest? Az első az, hogy az eddigi KET alapú bürokratikus pályázati rendszerrel szemben most már egy PTK-n alapuló eljárásrenddel dolgozunk, ami bele van illesztve a többi operatív program eljárásrendjében, tehát a többi operatív programmal egységes eljárásrendben dolgozunk, a VP specialitásait figyelembe véve. Az új vidékfejlesztési program középpontjában a kis és közepes vállalkozások lesznek, rájuk helyezzük a legnagyobb hangsúlyt. Több egyszerűsítés is van az előző időszakhoz képest. Egyrészt pályázati eljárások egyszerűsödnek, tehát főleg kisebb projekteknél gyorsabb és könnyebb elbírálással fognak menni a dolgok, másrészt pedig egyszerűsített költségelszámolásokat is alkalmazunk a vidékfejlesztési program keretein belül, egységköltségeket, általányköltségeket. Újdonság az is, hogy saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, illetve elszámolható, illetve használt gépek beszerzése, valamint előleg is igénybe vehető majd, ez eddig is volt, csak eléggé nehézkes módon, talán most ez majd könnyebben fog menni. A vidékfejlesztési program fő célkitűzései a munkahelyteremtés, kis és közepes vállalkozások, gazdaságok előnyben részesítése, illetve a fenntarthatóság és a klímavédelem. Ami a legfontosabb hangsúly a vidékfejlesztési programban, a munkaigényes ágazatok támogatása, az élelmiszer feldolgozás fejlesztése, termelésbiztonság növelése, illetve a vidéki infrastruktúra fejlesztése. Ezt már említettem néhány gondolatban, hogy egyszerűbb és hatékonyabb pályázati eljárások és elszámolások várhatóak. Ez azért történik meg, hogy mind a pályázó, mind pedig a kifizető ügynökség, irányító hatóság adminisztratív terheit csökkentsük, a pályázati elbírálási és utána projekt megvalósítási időszakot csökkentsük, és hatékonyabbá tegyük az egész rendszert. A vidékfejlesztési program forrása közel 1200 milliárd forint, amit kollégáim kiszámoltak, nagyjából 31.387 John Deere traktor beszerzési árának felel meg. Elég szép nagy szám. Az agrárgazdálkodóknak kiírandó fejlesztési lehetőségek, ugye beruházási támogatások lesznek szép számmal, vízgazdálkodási célú beruházások, állattenyésztési beruházások, ugye ez már előző időszakból is ismert, például az állattartó telepek korszerűsítése, kertészeti beruházások, gabonatárolók, kisméretű gabonatárolók fejlesztése, különböző kockázat kerülő beruházások fejlesztésére lehet támogatást igénybe venni,
illetve agrár innovációs csoportok közös beruházásaira. Ami új, ez a kisgazdálkodók számára kért támogatás, ami egy általány jellegű támogatás, 15 ezer euró mértékben. Ennek a feltétele egy 5 éves üzleti tervnek a megvalósítása, és két részletben lehet majd ezt a támogatást lehívni. Ez hasonlít tulajdonképpen jellegében az eddigi fiatal gazda támogatásra, aki már ezzel találkozott, az tudja, hogy milyen. Élelmiszerfeldolgozás és minőségi rendszerek támogatására is lehet igénybe venni forrásokat a VP-ből. Itt a jogosultak a mezőgazdasági vállalkozások és csoportosulásaik, illetve az Annex 1 termékeket feldolgozó mikro- és kisvállalkozások. A nagyobb vállalkozások már nem itt kerülnek támogatásra. Itt a hozzáadott érték növelése a cél, az erőforrás hatékonyság javítása, a borászati beruházások fejlesztése. Az agrárinnovációs operatív csoportoknál inkább pilot jellegű projektekről beszélhetünk, annak érdekében, hogy ez egy alapot jelentsen majd a későbbi továbbfejlődési lehetőségeknek. Új forma szintén a VP-ben a minőségi rendszerekhez való csatlakozás, az azokban való részvétel támogatása. Ez is elég fontos lehet, hogyha az élelmiszerfeldolgozásról beszélünk. Két tematikus alprogramja van a vidékfejlesztési programnak. Az egyik a fiatal gazdák program, a másik meg a rövid ellátási lánc tematikus alprogram. Ugye a fiatal gazdák program fő vonulatait már sokan ismerik, hiszen az előző rendszerben is, előző időszakban is ment ez a program. Ezt tovább folytatjuk a falon látható feltételekkel, illetve kiegészül egy olyan beruházási jellegű támogatással, ami arról szól, hogy bármilyen mezőgazdasági jellegű beruházásra pályázik a fiatal gazda, ott az adott beruházásra vonatkozó támogatási intenzitásra ő, mint fiatal gazda, még plusz 10% intenzitást tud kapni. A másik tematikus alprogramunk a rövid ellátási lánc, ugye ez a élelmiszer előállítók és felhasználók, fogyasztók közötti értékesítést célozza. A lényege, ez egy együttműködéses projekt, hogy minimum 5 vállalkozásnak kell benne lenni, aki ilyen élelmiszer előállító feldolgozó, és egy non-profit szervezetnek kell az egészet összefognia, ő a REL szervező. Itt egyébként nagy szerepe lehet a helyi akciócsoportoknak, hiszen ők elég jól ismerik a helyi viszonyokat és a helyi vállalkozásokat. A támogatható tevékenységek, a képzés, szaktanácsadás, illetve olyan közös beruházások, amelyek a piacra jutást segítik elő. A vidéki térségek eszközei. A vidéki térség hasonlóan az előző programhoz a 10 000 fő alatti települések, illetve a 10 000 fő fölött azok a települések, akik tanyás térségekben 2% fölötti külterületi lakossággal rendelkeznek. Alapvető célok ugye a vidéki élet színesítése, a vidéken lakók helyben tartása, a lokális infrastruktúra fejlesztése, életminőség javítása, illetve a helyi együttműködések fejlesztése, erősítése. Az egyik vidékfejlesztési kiírásunk a nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése, úgy hívjuk, hogy diverzifikációs program. Elsőként ugyan az induló tevékenységek támogatása, ami kétféle lehet, a mezőgazdasági termelőknek olyan tevékenység indítását támogatjuk, amely nem mezőgazdasági tevékenység, tehát itt meglévő vállalkozásnak valamilyen új tevékenységét támogatjuk, ami úgy fönt a táblán is látható példa jellege, ugye lehet turisztika, kézművesség, stb.
A másik pedig a teljesen új induló vállalkozások támogatása. Itt csak mikrovállalkozásokról beszélünk. Mind a kettőnél 40 ezer eurós általány támogatásról beszélünk. Ez is olyan, mint tehát üzleti terv alapján. Szintén nagyon hasonlít az előbb már említett kisgazdálkodók támogatására, illetve a fiatal gazdára. A másik diverzifikációs intézkedésünk pedig a nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése. Ez is mezőgazdasági termelőknek szól, olyan tevékenységükre, ami már eddig is létező tevékenység, de a mezőgazdasági tevékenységüket kiegészítő jellegű tevékenység. Szintén itt példajelleggel van felsorolva, hogy milyen tevékenységekre gondoltunk. Itt maximum 100 ezer eurós támogatásról beszélünk, ez beruházási jellegű támogatás, tehát itt nem üzleti terv alapján fog elsősorban működni a dolog, és a település hátrányosságától, illetve a gazdasági helyzetétől függően 50-70%-os intenzitásról beszélünk. Támogatja a vidékfejlesztési program a különböző együttműködéseket. Az egyik a kisgazdasági szereplők együttműködése. Itt beszélhetünk mezőgazdasági és mezőgazdasági szereplők közötti együttműködésről, illetve mezőgazdasági és nem mezőgazdasági szereplők közötti együttműködésről, illetve a másik ilyen vidékfejlesztési együttműködés a szolidáris gazdaság támogatása. Itt szociális, egészségügyi, oktatási, stb. Jellegű tevékenységeket támogatunk képzéssel, marketinggel, tanulmányok megvalósításával. A kisgazdasági szereplők közötti együttműködés azért van kiemelve, mert ide nagyon jól beilleszkedik az a bizonyos terület, ami Magyarországon mindenhol kérdéses, és akár merre megyünk, mindenhol kérdezik, hogy turisztikát miből lehet támogatni, miből lehet fejleszteni. Hát ez az egyik ilyen pont, ide nagyon jól beillik. Hát együttműködésben lehet turisztikát megvalósítani, meg kell találni hozzá a megfelelő partnereket. Itt 3 évig támogathatók ezek az együttműködési projektek, és maximum 90%-os támogatási intenzitással. És akkor a igazi régi hármas tengelyes vidékfejlesztés, ami mondjuk úgy, hogy a vidéki örökség és falu megújítás programok voltak, ők vannak a hetes intézkedésünkben, amelyiknek az egyik alintézkedése ez a kisméretű infrastruktúra fejlesztések. Ide tartoznak a helyi külterületi közutaknak a fejlesztése. Itt csak már szilárd burkolatú útról beszélünk, amik kifejezetten önkormányzati közutak, tehát ugye csak helyrajzi számmal rendelkeznek. A piacfejlesztés továbbra is benne van a vidékfejlesztési programban. Gondolom, hogy eddig is nagy népszerűségnek örvendett. Bízunk benne, hogy ezután is sok hasznos piac fog épülni ebből az intézkedésből. Energetikai célú fejlesztés mégpedig olyan épületekre, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak, de nem a jogszabály szerinti kötelező önkormányzati feladatokat látják el, mert azt sajnos a vidékfejlesztési programból nem lehet támogatni. Ugyancsak itt szerepel a településképet meghatározó épületek külső felújítása, amit szerintem minden polgármester nagyon jól ismer, mint a régi falu megújítás, illetve vidéki örökség programok. Új művelet a természetközeli szennyvízkezelési megoldásoknak a támogatása. Ezek ilyen kisléptékű szennyvíztároló, 2000 lakos egyenérték alatti berendezések támogatása. Marad a vidékfejlesztési programban a tanyán élők támogatása, a háztartási léptékű infrastruktúrális fejlesztéssel. Támogatási intenzitások és maximális projektméretek láthatók a táblán. Hát nagyjából ekkora
projektméretekkel azt hiszem, hogy ezek a fejlesztések megoldhatóak. Ami fontos önkormányzatoknál, ugye az előző ciklusban az önkormányzatoknak az általános forgalmi adója nem volt támogatható uniós forrásból, ez most már támogatható, tehát ezt úgy gondolom, hogy jó hír. Igaz, hogy nincsen 100%-os támogatási intenzitás, viszont ha az áfát is most már hozzáveszük a támogatásokhoz, ez azért a 95%-os arány jóval nagyobb, mint régebben a 100 volt. A másik alintézkedés a hetes intézkedésünkben az alapvető szolgáltatások fejlesztése. Itt ugye az első pontban van a közösségi élethez való hozzáférés fejlesztése a kis településeken, a kis vidéki térségek szolgáltatásokkal való ellátottságának fejlesztése, közösségi tér, térhálózat bővítése, vagyonbiztonság javítása, illetve vidéki életminőség javítása. Itt is van számos olyan művelet, ami már ismerős lehet az előző időszakból, ilyen például a többfunkciós közösségi szolgáltató terek kialakítása. Ez nem közvetlenül az IKST-nek lesz a folytatása. Ugye előző ciklusban ugye az IKST-nek először címbirtokosságot kellett elnyerni, aztán pályázni a beruházásra. Itt most nem lesz ilyen címbirtokosság, meg semmi. Egyszerűen pályázni kell. Itt arra kell figyelni, hogy 1000 lakos alatti településeken lehet létrehozni ezeket a központokat. Új építéssel nem, meglévő épületek felújításával, bővítésével. Ugye a falu, tanyagondnoki és egyéb egyesületekhez tartozó jármű beszerzést is szerintem mindenki nagyon jól ismeri. Most futott le ugye ebben az évben is egy ilyen program. Akinek nem sikerült most ebből még járművet venni, az majd jövőre megteheti egy... Van itt olyan, úgy látom. Örülök. Új elemként jelenik meg az önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, karbantartásához jármű és eszközbeszerzés. Hát itt gréderek, munkagépek, nem tudom, egyéb ilyen eszközök beszerzésére van lehetőség. Én ezt is nagyon jó dolognak tartom. És ami nekem ebből az alintézkedésből a kedvencem, az a közétkeztetés infrastruktúrális fejlesztésének javítása, a közétkeztetést ellátó konyhák fejlesztése, bővítéssel, építéssel, eszközbeszerzéssel. Itt is 75 és 95%-os intenzitással számolhatunk, ugyanúgy, mint az előző alintézkedésben. És mielőtt a LEADER-be belekezdenék, azt elmondom tájékoztató jelleggel, hogy folyamatban vannak, készülnek a vidékfejlesztési program pályázati kiírásai. Várhatóan számos kiírás meg fog jelenni az idén, és ha minden igaz, az AKG és az ökogazdálkodás talán már kinn is van a pályázat.gov.hu-n. Mindent erőnket belevetve, megfeszített tempóval írjuk a pályázati kiírásokat. Bízunk benne, hogy sikerül is tartani a határidőket, és pályázatok fognak megjelenni különböző kertészeti támogatásokra, állattartó telepekre, öntözésre, szakképzésre, szaktanácsadásra, trágyatárolók építésére, fejlesztésére. Elég sok intézkedést kell megjelentetnünk. Önkormányzatoknak pedig a hetes intézkedésből fog megjelenni együtt kiírva az energetikai fejlesztés, a településképet meghatározó épületek fejlesztése, illetve ez az általam úgynevezett kis IKST, tehát ők egy csomagban lesznek, meg fognak jelenni a diverzifikációs pályázatok is, illetve a LEADER-ben ebben az évben a helyi fejlesztési stratégiák elkészítését célzó pályázat, ami már szintén megjelenés előtt van. És akkor áttérek a LEADER-re, mivel mégiscsak egy helyi akciócsoportnál vagyunk, és akármennyire is kis pénz, de azért helyi szempontból nagyon fontos tud lenni ez a program.
A pályázati felhívás, mint már mondtam, hamarosan megjelenik az előkészítő támogatásra. Ez maga a pályázat egy egyszerűsített pályázat lesz, tehát a helyi akciócsoportok nagyon gyorsan be tudják majd adni, nem kell hozzá különösebb felkészültség, az egyesület dokumentumainak kell tulajdonképpen rendben lenni. Alapszabályra gondolok, az irányítóhatóság által kiadott előzetes jóváhagyásra, illetve aláírási címpéldány, ilyenek, tehát amiket általában azért egy pályázathoz be kell adni, illetve egy rövid egy-két oldalas előzetes összefoglaló kell majd a helyi fejlesztési stratégiáról. Utána indulhat illetve hát már most is elindulhatott a helyi fejlesztési stratégia kidolgozása, hiszen a támogatás lehívásának feltétele lesz majd első lépcsőben a HFS-nek egy ilyen előzetes verziójának a megküldése. Hát ez attól függ, hogy az akciócsoport nyilván mennyire van felkészülve, meg előkészülve, célszerű minél készebb állapotban benyújtani, mert egy komoly szakmai értékelésen fog átmenni ez az előzetes helyfejlesztési stratégia, és erre minden helyi akciócsoport meg fogja kapni, vagy fog kapni egy szakmai értékelést, véleményezést, ami segítség lesz ahhoz, hogy a végleges stratégiát elkészítse. Az előzetes stratégia benyújtásakor hívható le az előkészítő támogatás 60%-a, és majd a végleges stratégia elfogadásakor pedig a maradék 40%. Ezek az előkészítő támogatások akciócsoportonként különbözőek. A pályázati felhívásban meg fog jelenni a pontos összeg. 6,5 és 10 millió forint közötti összegről beszélünk, függően az akciócsoport nagyságától, hátrányosságától és egyéb ilyen mutatóitól. A helyi fejlesztési stratégia elfogadása után az irányító hatóság együttműködési megállapodást köt az akciócsoporttal, amelyben tulajdonképpen az akciócsoport következő ciklusbeli feladatai lesznek meghatározva a fejlesztési és működési forrás kerettel együtt, és ez alapján kell majd az akciócsoportoknak utána dolgozniuk. Mire kell figyelni a HFS-ben? Tehát a fejlesztési párhuzamosságok elkerülése, tehát azért itt már volt szó róla, hogy van már IKST a faluban, és szeretnénk még egyet. Hát mi annyira ezt nem szeretjük, de nyilván majd a település eldönti, hogy egy kis településen kell a két közösségi tér. Hát legyen kihasználva, én azt mondom. Nagyobb térségi koordinálást kell létrehozni, széleskörű partnerséget kialakítani, illetve ugye a közösségvezérelt helyi fejlesztés megvalósítása tulajdonképpen a helyi fejlesztési stratégia célja. Ugye itt állunk, vagy már az akciócsoportok benne is vannak magának a helyi fejlesztési stratégiának a kidolgozásában, és nagyon örülök, hogy itt akciócsoport tagok hallgatják az előadásomat, mert nagyon fontos az, hogy mindenki lássa, hogy mire kell figyelni a helyi fejlesztési stratégiában. Mindenki tudja, hogy kicsi ez a pénz, tehát most kell igazán nagyon gondosan megfontolni, hogy ki mire ad támogatást. Ami máshonnan támogatható, arra az akciócsoportok már ne adjanak. Tehát előző időszakban is nagyon sok olyan fejlesztés volt, hogy tulajdonképpen agrárberuházás, de teszünk hozzá valami kis icipici lídert, és akkor már jóval nagyobb támogatási intenzitással meg tudjuk oldani. De ugye akkor több pénz volt azért az akciócsoportok kezében. Most sokkal inkább arra helyezzük a hangsúlyt, amit tényleg máshonnan nem lehet támogatni, és a térség szempontjából viszont fontos lehet itt. Lehet, vannak olyan térségek, ahol inkább sok kisebb projekteket támogatnak, lehet, hogy máshol hálózatosodást, együttműködéseket támogatnak, ezt minden térség maga tudja eldönteni. Az akciócsoportoknak is lehetősége lesz arra, hogy egyszerűsített támogatásokkal éljenek. Ez nyilván megkönnyíti a pályázók dolgát is, az akciócsoportok dolgát is, viszont ezeknek nagyon jól előkészítetteknek kell
lennie. A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása, ugye itt ez a négyes tenger utódja tulajdonképpen, ez a LEADER program. A helyi akciócsoportok saját maguk döntik el alapvetően a HFS-ükben, hogy milyen prioritások mentén milyen fejlesztéseket szeretnének támogatni, és utána ezekhez írják ki a pályázataikat. Hát hasonló módon ebben az időszakban is úgy lesz, hogy az akciócsoportok maguk találják, hogy milyen intézkedéseket szeretnének kiírni, milyen feltételekkel, nyilván a jogszabályi keretek között és az irányító hatóság felügyeletével. Tulajdonképpen jobban fog most a helyi kis pályázat kezelő ügynökség szerepe ráhárulni az akciócsoportokra. Jóval nagyobb önállóságuk lesz az eddigi MVH-s bürokratikus rendszerhez képest, tehát ők maguk kiírják a pályázataikat, befogadják, nem a központi pályázati rendszeren keresztül fog futni ez a dolog, legalábbis az eddigi álláspontok szerint, aztán majd meglátjuk, hogy végül hogy fog technikailag zajlani. Arra szeretném felhívni a figyelmet, ugye, jó, mondjuk, hogy sokkal kisebb a forrás, bár itt is el tudom mondani azt, amit Miklós is mondott, hogy a pénz megvan, csak máshol. Tehát ugye eddig az akciócsoportok a 3-as és 4-es tengelyből is kaptak forrásokat, most viszont csak a 4-es tengelyből, és ugye a 3-as tengelyes források azok az előbb már említett 6-os, 7-es intézkedésekben vannak, aminek ugye az a hátránya, hogy nincsenek területileg fölosztva. Tehát ugye az országból bárki pályázhat rá, és akkor országon belül megy az összehasonlítás a projektek minőségét illetően, nem pedig egy térségen belül. Itt viszont nagyon-nagyon gondosan kell gondozni azt a kis LEADER forrást, amivel a helyi közösség gazdálkodhat. Elsőre, meg másodikra, meg sokadikra is ugye mindenki gyorsan elkeseredik, hogy kevés a pénz. Egy hasonló fórumon mondtam el, hogy próbáljuk meg máshogy nézni ezt a dolgot, hogy na, most van itt egy olyan feladat, ami kihívás. Hát sok pénzből könnyű helyi fejlesztési stratégiát csinálni, meg támogatásokat osztani. Most viszont nagyon-nagyon komoly feladat hárul a helyi szereplőkre abban, hogy tényleg olyan projekteket szedjenek össze, ami a legfontosabb a térségnek, és amit tényleg nem tudnak máshonnan támogatni. Itt kell most igazán együtt gondolkozni, igazán együttműködni, és megpróbálni az egyedi érdekeket háttérbe szorítani a közösség érdekeivel szemben. A HACSOK is a saját pályázati kiírásaik során alkalmazhatják azokat a könnyítéseket, amiket az országos központi pályázati rendszerek is használnak. Tehát a beruházási támogatásoknál ők is kiírhatnak előleg igénybevételét, ugyanúgy használt eszközök elszámolhatóak, egyszerűsített költségeket lehet elszámolni, de minimis támogatásnak minősülnek a helyi akciócsoport által kiírt támogatások, illetve nagyon fontos, hogy akárhány település van az akciócsoport területén, egy település nem használhatja föl a források több mint 20%-át. Ezt az előző időszaki tapasztalatok alapján kellett ezt a korlátozást megtenni, mert voltak olyan akciócsoportok, ahol nagyon nagy arányban vitt egy-két település. Ugyancsak a LEADER program része a térségek közötti és nemzetközi együttműködések támogatása. Ez szintén nem új dolog, akciócsoportok már találkoztak ezzel, illetve nagyon sok egyesület és vállalkozás. A térségek közötti együttműködés nagyon népszerű volt az előző időszakban. A nemzetközi nem annyira, de lehet, hogy azért, mert az csak akciócsoportoknak volt kiírva, tehát csak ők lehettek a pályázók. Az új időszakban csak olyan együttműködések támogathatóak, amelyeknek konkrét kézzelfogható eredménye van, tehát ez a rendezvényeket szervezünk és járkálunk ide-oda és jót szórakoztunk, projektek most már így önmagukban nem fogják megállni a helyüket, tehát konkrét kézzelfogható eredmény és minden együttműködő partnernek részesülnie kell az eredményből.
Hát itt a max támogatás is kevesebb lesz, ugye az eddigi 50 millió forintos támogatásokat nem akarjuk fenntartani, várhatóan egy 20 millió forintos maximum mértékhatár lesz. Ugye legalább 2 hadsterületén működő szervezet, minimum 3 jogosult által benyújtott projekt a térségek közötti együttműködésben. Minden esetben kell a hacs ajánlása az együttműködéshez, illetve egy igazolás arról, hogy illeszkedik a helyi fejlesztési stratégiához. Nemzetközi együttműködésekben már csak 2 különböző jogosult együttműködése szükséges a pályázathoz. A feltételek nagyjából hasonlóak, mint a térségek közötti együttműködésekben. A hacsok szerepe is változik, főleg azért, mert hogy a forrásaik is változnak, és ugye ezt mindenki tudja, hogy a működési költség is sajnos jelentősen csökkent az akciócsoportoknál, így kénytelenek lesznek ők is több lábon állni, és valamilyen bevételi forráshoz jutni. Vannak hacsok, akik mondjuk tagdíjból is elég sok pénzt be tudnak szedni, ezt gondolom az önkormányzatok annyira nem szeretik, illetve vállalkozási tevékenységet indíthatnak. Hát itt arra kell figyelni, hogy milyen képességekkel, készségekkel rendelkeznek a munkavállalók, illetve milyen munkavállalót tudnak bevonni a munkaszervezet tevékenységébe. Mi itt a különböző pályázatírást, projektmenedzselést javasoljuk, hiszen elég nagy rálátásuk kell, hogy legyen az akciócsoportoknak ezekre a területekre. Tudom, hogy most az önkormányzatoknak eléggé megkötötték a kezét abban, hogy kivel irathatnak pályázatot akkor, hogyha el akarják számolni a pályázat keretein belül a pénzeket, de civil szervezetek, vállalkozások is nyugodtan fordulhatnak a helyi akciócsoportokhoz, különösen azért, mert ezzel az ő működésüket segítik és támogatják. Ugye egy kolléganő mondta, hogy tulajdonképpen ez is helyi termék, szolgáltatás, és tessék velük dolgoztatni, ezzel támogatni az akciócsoportot. Én szeretnék minden akciócsoportnak és különösen a jelenlévőknek nagyon jó munkát kívánni, és nagyon jó helyi fejlesztési stratégia tervezést, utána pedig megvalósítást. Úgy gondolom, hogy ez nagyon szép feladat, és össze kell, hogy kovácsolja a közösséget és a helyi közös érdekeket minél jobban meg kell tudni valósítani, és mindenki arra hajtson, hogy összefogással és együtt gondolkodással a lehető legtöbbet hozzák ki a térség lehetőségeiből. Köszönöm szépen, és ha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok, ha tudok. Thank you.